Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Tudjuk azt, hogy a turizmus, ahogy az expozéban is elhangzott, a hazánk egyik kiemelt iparága, nagyon jelentős az hazai össztermékben a szerepe, de tudjuk azt is, hogy ezt a szektort bizony sok nehézség érte az elmúlt években, elég ha csak a Covid-ra, vagy az energiaválságra gondolunk, és bizony a turisztikai szolgáltatók ezeket az éveket elég nehezen tudták megoldani, sok hátrány érte őket. Ekkor történt az idén nyáron az a váratlan probléma, amit Szatmár Kristóf képviselőtársam már ismertetett, hogy a turisztikai szolgáltatók nem kapták meg azokat a jogos juttatásokat, amelyeket a szálláshelyt lefoglaló polgárok a közvetítő cégnek kifizettek. Ez indokolta azt a nyári rendkívüli bizottságülést, majd azt a szakmai munkát, amin túl vagyunk, és ennek eredménye, hogy itt lehetünk a magyar fogyasztók és vállalkozások érdekében történő fellépésről szóló törvénynek a parlamenti vitáján. Az elmúlt két évtizedben az internet és a közösségi média használatának a széleskörű terjedésével újfajta kereskedelmi, értékesítési és üzleti modellek jöttek létre. A fogyasztók és a vállalkozások közé digitális szolgáltatók ékelődtek be, melyek a fogyasztókból és az árujukat, szolgáltatásokat kínáló vállalkozásokból hatalmas hálózatokat hoztak létre, és ezt erősíti egyre inkább az a trend, hogy eltolódik a turizmus szektor szálláshely foglalása még egyre inkább, egyre dinamikusabban az online térbe. Tehát ez erősödött az elmúlt években, és ha prognosztizáljuk, akkor én azt gondolom, hogy a következő időszakban még tovább fog erősödni. Ezek a digitális szolgáltatók komoly piaci erővel rendelkeznek, a velük szerződő vállalkozásokkal szemben, a fogyasztóvédelmi és egyéb jogszabályok pedig általában csak a véghez felhasználó fogyasztókat védik, a szolgáltatás nyújtó vállalkozásokat nem, vagy nagyon, vagy kevésebb mértékben. És ez egy súlyos egyensúlyhiányt okoz, és gyakran tisztességtelen gyakorlatokat és szerződési feltételeket eredményez, ahogy arról már beszéltünk. A javaslatnak a legfontosabb célja, hogy a vállalkozások számára magyarországi gazdasági tevékenységük védelme érdekében jogszabályi garanciát tudjunk biztosítani a digitális szolgáltatók két kategóriájával, a kapuőr cégekkel és az online közvetítőkkel szemben. A javaslat természetesen részletesen ezeket a fogalmakat tisztázza. És előírja azt, amit korábban sajnos a magyar jogszabályi környezetben nem volt benn, előírja a kapuőr számára, hogy biztosítson a magyarországi lakóhelyen rendelkező fogyasztó, vagy a magyarországi székhelyi vállalkozás számára elérhető módon, nagyon fontos, hogy magyar nyelven alkalmazható joggal kapcsolatos jogi tanácsadást, abban az esetben, hogyha a magyartól eltérő jogot kell alkalmazni, és bizony voltak erre példák, hogy azok a turisztikai szolgáltatók, akiknek konfliktusok volt a kapuőr céggel, akár egy másik ország jogrendszerének megfelelően kellett ezeket a problémákat kezelni, hogy odáig el tudtak jutni. A javaslat a polgári törvénykönyvvel összhangban a teljesítésre számított 45 napban állapítja meg a fizetési határidőt. Tegnap a Gazdasági Bizottság ülésén erről a 45 napról már beszéltünk, több vélemény is elhangzott, de én azt gondolom, hogy ez a nemzetközi trendeknek megfelelő ez a 45 nap, illetve megnéztem az Európai Uniós országokban hasonló szabályozásokat, és legtöbb országban ezt a 45 napos határidőt alkalmazzák, ezért azt gondolom, hogy ebben megfelelőnek tartom, hogyha mi is ezt fogjuk bevezetni. A javaslat megtiltja azt, hogy az árfolyam kockázatot a kapuőr cég egyedül a vele szerződésben álló fogyasztóra vagy vállalkozásra terhelje, korábban ez se volt szabályozva. Továbbá előírja, hogy magyar nyelven Magyarország területén működő személyes és telefonos elektronikus eléréssel rendelkező ügyfélszolgálatot és hatékony panaszkezelési mechanizmust kell fenntartani, és 30 napon belül ezeket a panaszokat el kell bírálni. Ezt majd természetesen ellenőrizni kell, hogy ez a gyakorlatban is mindig meg tudjon valósulni. A tisztességtelen szerződési feltételek kikötése tilos, és több téma is annak minősül, ahogy ezt az expozéban hallottuk. Én ebből csak néhányat szeretnék kiemelni.
főleg azt, hogy a szálláshely szolgáltató magyarországi közigazgatási hatósághoz fordulása és ennek a jognak a kizárása, ez mindenképpen tisztességtelen szerződési feltételnek minősül. Aztán továbbá a 45 napnál hosszabb kifizetés is elfogadhatatlan. És én azt gondolom, hogy az én személyes véleményem szerint az egyik legfontosabb változtatás, ami korábban nem volt, annak megtiltása vagy korlátozása, hogy a szálláshely szolgáltató az online szálláshely közvetítővel kötött szerződésében foglaltnál alacsonyabb áron kínálja a szálláshely szolgáltatását. Ez is tisztességtelen szerződési feltételnek minősül, és ennek a bevezetésével megnyílik a lehetőség elsősorban inkább a kis települési vagy a kisebb turisztikai szolgáltatók számára, hogy akár csomagajánlatokat, hétvégi ajánlatokat, akciókat tudjanak meghirdetni, akár árengedményeket tudjanak bevezetni, például egy adott hétvége előtt 1-2-3 nappal a saját weboldalukon, vagy bármi olyan platformon, amivel rendelkeznek, azért, hogy a szálláshelyüket értékesíteni tudják, míg korábban emiatt a kikötés miatt erre nekik lehetőségük nem volt. Aztán nagyon fontos az, hogy kölcsönös fizetési kötelezettség esetén nem lehet egyoldalú előírásokat alkalmazni, hanem közösen kell ebben is felelősséget vállalni. Az online szálláshely közvetítő felelősségének kizárása a szálláshely szolgáltatóval szemben a szerződés kötelezettségének végrehajtásához az online szálláshely közvetítő által bevont harmadik személy magatartásáért. Ez is nagyon fontos, továbbá még azt is előírja, hogy a vélemény értékelés tartalmával kapcsolatban sem lehet csak a turisztikai szolgáltatóra terhelni ezt a felelősséget. Végezetül én is bízom abban, hogy az EU-s ratifikáció sikeres lesz, hogy minél előbb megtörténik, és így ez a törvény módosítás visszakerülhet a tisztelt ház elé, és erről szavazni tudunk. Én bízom abban, hogy természetesen mindenkit meghallgatva, a részleteket és véleményeket összegezve egy olyan törvény módosítást tudunk összeállítani, ami mindenki számára elfogadható lesz és eléri a célját, ami az, hogy védjük a magyar kis- és középvállalkozásokat a turisztikai szektorban. Köszönöm szépen!